igazából ugye annak az apropója, hogy meghívtalak ide, vagy erre a beszélgetés, hogy miről szeretném beszélgetni, az tulajdonképpen a jelenlegi helyzet, amiről te mondhatni egyfajta látnokként, vagy modernkori Nostradamusként egy évvel, másfél évvel ezelőtt egy kis könyvecskét is írtál, ami tulajdonképpen igazából mondhatni, hogy majdnem minden prepperkedéssel vagy bushcrafttal foglalkozó embernek azért átfut az agyán, hogy mi történik egy teljes összeomlásnak a következményeként. Tehát ez is a könyvnek a címe, hogy az összeomlás. Kiolvasta? Hány embernek sikerült beleszaladni? Jó, van. És jó könyv volt? Hát izgalmas, érdekes, nem? És igazából ugye ebbe felvázolsz egy szituációt, meg egy kis sztorit, meg egy kis történetet. Én nem lőném le a poént, hogy maradjon, aki még ezután szeretné olvasni, egy kis érdekesség benne. Viszont elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen ebben felvázolsz egy konkrét megoldást, hát egy bizonyos rétegnek nyilvánvalóan, egy ilyen összeomlásnak az idejére. Szerinted hát mennyi esélye van arra, hogy valóban összetud fogni akár a megfelelő anyagi tőkével rendelkező társadalmi réteg, hogy esetleg létrehozzanak ilyen objektumokat, amikről beszélsz vagy mesélsz ebben a könyvben? Minden bizonyal vannak ilyenek, csak nem a mi szintünkön élő emberek számára. Vagy jó számú is valószínűleg vannak ilyenek. Közel sem olyan technikai szinten felszerelve, ez csak lélemezhető, mint ahogy a filmekben vagy ilyen csatornákból lehet ezt látni. Maga az alapötlet és az alaptörténet az sokkal több valóságot és vele megtörtént dolgokat tartalmaz a regény, és azt a félsz, ami úgy gondolom, hogy talán kezd el érkezni a kis világunkba, és ezt próbáltam egy történetbe beleszőni, egy logikus gondolatmenetbe beleszőni, hogy képzelem el, másfél év óta néhány már valóra vált. Miután megírtam, kitört az ukrán balé, és ez igen furcsa volt számomra, hogy gyakorlatilag az, amiről írtam, az Ukrajnában realizálódott. Hát nem véletlenül, és gyakorlatilag hasonló kör áll a ukrán probléma mögött, mint ami a regényben van, vagy ami Magyarországon is megpróbált tavaly október végétől egy hasonló helyzetet előidézni, és hát a többi nyilván csak sztori, nyilván csak fantázia szüleménye. Érdekes a könyv igazából, tehát hogy de tulajdonképpen mondhatni, hogy egyfajta összeesküvés elméletet vázoltál föl benne, amiről már lehet olvasni ilyen összeesküvés elméletekkel foglalkozó oldalakon, a tudatos népírtás és hogyan csökkentsük le a túlnépesedett bolygónak a lakosságát egy élhető létszámúra elképzelhetőnek tartott, hogy valóban létezik egy ilyen terv, aminek a következményei tulajdonképpen hasonlóak lesznek, tehát hogy a valóságban is, nem csak a regény szintjén. Elképzelhetőnek tartom, sőt, mi több, engem megkértek, hogy vegyek részt egy szervezetnek a munkájában, még annó néhány évvel ezelőtt, aminek gyakorlatilag hasonló célja. Nyilván, mivel nem kerültem bele a szervezetbe, nem vállaltam el a munkát, mélységében nem tudtam tájékozódni, de maga az alapötlet, a társadalmon belüli társadalomnak a kialakítása, ez sajnos egy valós magyar dolog, és nagy valószínűségben létezik is Magyarországon. Ilyen társadalom Ukrajnában létezik, valós. Az, hogy ez nagyobb szinten miképpen működik, természetesen közvetlen tapasztalatom nincs. Ez csak egy logikus következtetésére, amit az ember olvas, és ez valószínűleg igaz.
Mit gondolsz arról, hogy ugye amit fölvázolsz, az egy konkrét stratégia azoknak az embereknek, akik mondjuk nem foglalkoztak előtte a túléléssel, hanem mondjuk üzletemberek, politikusok és a többi emberek voltak. Nyilvánvalóan nekik készítettek bázisokat, ennyit azért árulok a könyvből, de nyilvánvalóan ugye nem az emberiségnek nem minden rétege lesz elég benfentes ahhoz, hogy eljusson ilyen helyekre. Mennyi esélyt látsz arra, hogy az általad is tanított preferkedés vagy bushcraft tudással egy ember egy ilyen krízis helyzet idején el tudjon lenni, és igazából akár biztosítani tudja a családja és a saját túlélését? Nyilván lényegesen nagyobb esélye van, mint egy átlag embernek, de ebben a helyzetben már az egy fél siker, egy olyan gondolkodás, hogy az ember elsajátítani, hogy saját maga átgondolja azt, hogy mit fogok akkor csinálni, ha. És a ha mögé, a sok pont mögé, hát a szörnyeseményeket, olyan szituációkat, ami jelentősen befolyásolhatja az ő életét. Ez gondolatjáték. Mindenki maga átgondolja, amennyiben ez történik, akkor én milyen élőhelyen meglakom, mit fogok tudni enni, mit inni, hogy védem meg a családomat. Ha esetleg beteg vagyok és folyamatos gyógyszerezésre van szükségem, akkor onnan fogom ellátni magam a gyógyszerrel, ugyanaz a családi körben. Ha egy olyan élőhelyen lak, amely jelentősen ki van téve az infrastruktúrális szükségletekre. Tehát, hogy fontos, hogy legyen áram, fontos, hogy legyen víz, fontos, hogy legyen szennyvízelvezetés. Egy faluhelyen ez annyira nem akkora probléma, mint ha van alakult telepen a helyen. Őnek le kell menni a Dunához és a hipót tartalékolni, akkor hát őnek egészen más koncepciót kell saját magának összerakni, ugyanis az ő életszörnyezete igen rövid időn belül gyakorlatilag élhetetlenné vált. Ha már itt tartunk, akkor mit gondolsz arról, mert hogy ez is lenne igazából ugye az első fölírt kérdés, vagy az első között, hogy... Megjön, igazából arról beszélgetünk, ami föl van írva, csak nem abban a sorrendben. Tehát, hogy nem abban a sorrendben, de hogy van itt ez a téma, az egy többen is érdekelték, hogy ugye mi most itt lakunk a városban, helyen közel. Mit tehet egy városban élő ember, mondjuk akit mondasz szépen, hogy van a lakótelepen, a 7. emeleten, arra azért, hogy mondjuk egy ilyen krízis helyzet idej túlélje a helyzetet. Tehát mondjuk megoldás tud lenni, egy elbújok otthon fönt, egy meddig bújhatok el otthon fönt, tehát hogy mik azok a dolgok, amire feltétlenül szüksége lesz, ha mondjuk a zombi háború tör ki, és nem tud kimozdulni a lakásából, mi az, amit érdemes bespájzolnia. Érdemes egyáltalán bespájzolni, mit érdemes bespájzolnia, és hogy meddig érdemes maradni a városokban például. Próbáljuk megfordítani ezt a gondolatot, nem megfordítani, egy kicsit másik szemszögből megközelíteni, hogy az emberek ezt a gondolati játékot, ezt saját magukban játsszák. Mindenki szokott reggel, este, napközben, de legalább egyszer elmenni vécére. Most amennyiben megszűnik a központi ellátvány, nincs elektromos áramellátás, nem működnek a szennyvízátemelő szivattyú, nem működnek a hidroglobuszoknak a szivattyúi, gyakorlatilag egyszerű módon egyszer elutat a vécét, és onnantól kezdve vakarod a fejedet, hogy mit fog csinálni a körülékkel. Most ezt nem tudom megoldani, már pedig hosszú távon az ember, főleg a családban ezt nem fogja tudni megoldani, A hetediken, akkor gyakorlatilag mi fog történni? Valami beszélgetésével összegyűlik, megpróbálja elvinni a környékből. Lerobja. Az is egy megoldás. Befőttesüveg. Az egy jó ötlet. Darabig. Ez az alap, amit magának az embernek át kell gondolni. Igen, az élőhelyem a mostani rendelkezésre álló gáz, víz, villany, ezek nélkül élhető el.
ez az amennyiben az ember belátja, hogy nem jelhető, akkor több fölösleges oda komolyan mennyiségű élelmiszer bespájzolni, komolyan mennyiségű ivóvizet bespájzolni, mert a WC-t beöntöni nem ezzel fogja az ember, hanem egy egyéb élőhelyben kell gondolkodni, csak az a kérdés, hogy az ember időben észreveszi azt, hogy már pedig most mozdulnia kell. A jelentősebb zavargások beindulása előtt még aránylag biztonságban el tudja jutni egy olyan alternatív pontra, egy backup pontra, ahol elviekben ezek a szükségletek könnyebben kielégíthetők. Akár van egy pottyantós WC, akár van egy utcai, egy kerti kút, közelben patak, esetleg veteményes. Most mindenkire, urbanis közösségben élő emberek részéről mindenkire receptet adni nem lehet. Nem lehet, igen. Banállakás, én úgy gondolom, hogy egy csapja ilyen helyzetben. Mit csinál az ember? Egy ideig tűri, iszonyatos szag van, valamit enni ad a családnak, mert általában minden háztartásban, konyhában van egy kis rés, egy kis tészta, tehát olyan nincs, hogy most nagyobb ünnepek előtt megrohanják a boltot az emberek, mert alapvető élelmiszerek nincsenek otthon elraktározva. De ezen felül, hogy életben maradjanak, nyilván minden családban, minden házban található valami, ami el lenne, ez édes kevés. Ivóvizet, nem szabad elhúzni a vécét, mert hirtelen nyilván az egy 18 literes ivóvíz tartalék. A bojlerek, ugye 60 liter, 120 literes, 200 literes, ezek szintén komoly ivóvíz tartalékok rejtenek. Én úgy gondolom, hogy írtam erről egy anyagot, felkészülés sorozat, meg nem mondom a melyik része, hogy lenne magának kell átgondolni azt, hogy mit fogok enni, hova fogok szénkálni, vizálni. Próbáltam rendesen megfogalmazni. Igen. És hogy fogom megvédeni magam? Az egyébként igen túlzsúfolt élőkörnyezetben, gondolok itt egy panellakásra, a többi ember nem így gondolkodik. És esetleg neki semmilyen készletük nincs. De az az ember, aki úgy gondolja, hogy ott akar készletezni, az még ellenére egy-két hétig. Kíván csak a szomszéd családapa, aki egyébként tök normális és egy teljesen rendes ember közlött életben, úgy lesz vele, hogy basszus, vagy a szomszéd eszik, vagy a fiam. És elindul a konfliktus. Tehát átlagos bérházaknak az ajtai, azok nem a páncélajtó, előbb-utóbb bemennek rajta. Ha esetleg a környékkel lakik néhány vadász, akkor kicsit gyorsabban fognak bemenni rajta. Főleg, ha megsejtik, hogy van. Igen. És nincs rendvédelem, nincs kontrollat tartva maga az egész helyzet.